És akkor még most két videóm lesz, utána most már más csinálok, hagyom önöket dolgozni. Tehát megjelent az őrnagy úr a piaristáktól, és megjelent ott egy pillanat a Pótinger Ricsi, direkt nem segítek, az Instán szórakozom önökkel, de most egyre jobb hangulat. Megjelenik ott az őrnagy úr, és így csak azt láttam a háttérben, hogy egy ideges fiatalember, én Vétek Ricsiként ismertem egy másodperc, ideges fiatalember magyarázza egy rendőrnek, hogy ő semmiképpen sem tartozik a Cosmixhoz. Mellettem pedig egy ilyen dölöngélő nő, majd elmondom, mert ez egy másik sztori, egy ilyen dölöngélősebb nő, és így nézett rám az őrnagy ilyen nagy szemekkel, hogy így nekem, hogy te mit ittál? Mondom, valami vizet. Ezt hallgass meg! És így ránézek így erre az asszonyra, hozzám egy ilyen asszonyra, kérdezik tőle, de így többen, de így sok ember, ott volt ez a fiú is, akinek ilyen vas volt a tipője, nem tudom, az Aurélkának, meg az Ödönnek a klipben ilyen fura tipője volt, kérdezik tőle többen, így többen, egyszerre, hogy rámutatnak a Pótinger Richárdóra, a Vétek Ricsire, hogy ez az úr ki? És ő váltig állította, hogy ez a Cosmix tagja. Én meg álltam ott, én mondtam az ellenvélemény, a külön vélemény, Tom Cruise film, a külön vélemény. Mondtam, hogy mert így ránézett az ön, egy ilyen kérdően, olyan, én tudtam, hogy vannak két revolver, jó? Tehát mondtam, hogy én azt állítom, a többen mondták, hogy ez a Cosmixos srác. Mondtam, hogy én azt állítom, mert nagyon tök ez a Cosmix, én azt állítom, hogy az ott a Vétek Ricsi. És ki rám néztek. Az olyan nagy. Tehát most ismételje meg. Tehát, ez nem tudom ki, de az az úr ott, az a Vétek Ricsi. Helyes. Akkor mondta, hogy jöjjön ide, mert én oda tartozom a Piresti Örnagyhoz, írja itt ezt alá egy pillanat, hogy ez nem a Cosmix tag. Így ott alá kellett írni. Egy pillanat. Megmondta, ezt is írjam alá, azt is aláírtam, nem tudom, miket írtam alá, egy másodperc. Majd így megnyugodva odaugrott hozzám, de biztos emlékszik, megnyugodva odaugrott hozzám. Nagyon szépen köszönöm, bemutatkoznék, így megfogta a kezem, így kettefogó. Pótinger Richárd vagyok, német Edina. És elment a Pótinger úr, egy másodperc. Így állt az a nő, és így más dolgokat is állított, hogy például Edda koncerten voltunk. Én mondtam az őrnagyónak, hogy én a Novai Gábort láttam színpadon, meg ezt a Kiki nevű fickót, akik nem tudjuk, mi a neve, és szerintem ez az első emelet koncert volt, de a színpad elejére is azt írták oda, jó. Kérdeztek ilyeneket, hogy találkoztam a Pataki Attilával, mondtam, idegesen bejött, de elment, mondtam, bejött az ajtón, láttam elfelé távozni, meg még ott egy másik emberről kérdeztek, ezek olyan dolgokat állítottak, komolyan mondom, de ott állt ez a srác, ez a vascipős, ilyen normális, hogy előre volt dövő, normálisan, ilyeneket állítottam, hogy igen, mondom, hogy ez egy jó sztori, hogy ők az UFO-tól jöttek. Mi csak álltunk ott az őrnagyúra, mint pénzkezelők, hogy egy pillanat, mondta is az őrnagyúr, az lenne a legjobb kislányom, így mindig mondta, az lenne a legjobb kislányom, ha csak férfiakkal beszélgetne a bankba, jó? Mert ha ezek közül a madbarok közül oda bekerül valaki, azt fogják állítani, hogy pillanat, ez egy értékkötvény, az ott pénz, és tulajdonképpen narancsal is fizethető.